Csorna és a kapuvári tűzoltók gyakorlatoztak a régi malom épületében Csornán. A kiképzési terv részeként a Rábaközi állomány helyismeretet szerez a térség nagyobb épületeiben, annak érdekében, ha tűz vagy kár eset történik, hatékonyan tudják végezni munkájukat. A Csorna és a kapuvári hivatásos tűzoltók 3 héten keresztül hajtanak végre gyakorlatot Csornán a régi malomüzemnek a területén. A kiképzési terv részeként folyamatosan tervezzük az állomány részére a helyismereti foglalkozásokat és a szituációs begyakorló gyakorlatokat. Újdonság, hogy a használaton kívüli létesítményekben is hajtunk végre gyakorlatot, melynek keretében megvizsgáljuk, hogy változott-e eredeti rendeltetéséhez képest az ingatlan. Jelen gyakorlatot a Csorna és a kapuvári hivatásos tűzoltók hajtják végre 12 fővel. Az első részben helyismereti foglalkozás keretében helyi szakember segítségével ismerik meg a malomüzem és környezetének a sajátosságait. A második részben egy feltételezett káreseti szituációt kell megoldaniuk, kiemelten kezeljük a magasba történő sugárszerelést, illetve a magasból történő életmentést. A feltételezett gyakorlaton is nagyon fontos a megfelelő taktikának a megválasztása és a gyors feladat végrehajtás. A gyakorlatot a helyszínen értékeltük, a gyakorlat elérte célját, és az értékelés keretében szoktuk feldolgozni a szerzett tapasztalatokat. Továbbiakban terveznek ilyen közös gyakorlatot a kapuvári, illetve a csornai tűzoltók? Igen, a Csorna és a kapuvári egység a kiképzési tervben folyamatosan együtt hajtják végre a helyismereti foglalkozásokat és a begyakorló gyakorlatokat is. És ilyen régi épületekbe, ami használaton kívüli gyakorlatokat terveznek még? Igen, a továbbiakban is fogjuk az állományt képezni a használaton kívüli létesítmények területén gyakorlatok tartásával. Köszönöm.